Ez a híradó, köszöntöm Önöket! Megalakult a Veszprém megyei közgyűlés, elnöke Polgárdi Imre lett. Ő korábban alelnök volt a közgyűlésben. A 17 fős testületnek 5 olyan tagja van, akik egy pártszervezet pápai csoportjába tartoznak. Veszprémben a megyeházán tartotta alakuló ülését a Veszprém megyei közgyűlés. A 17 fős testületből 10 a Fidesz-KDNP jelöltjeként szereztek mandátumot. A Jobbik és az MSZP 3-3 fővel van jelen. A demokratikus koalíció színeiben egy képviselő tevékenykedik a következő 5 évben a megyéért. A Fidesz-KDNP frakció vezetője dr. Áldozó Tamás. Pápáról rajta kívül Kovács Beatrix és Pap Tamás került a két jelölő szervezet megyei listájáról a közgyűlésbe. Egy pártszervezet pápai csoportjából mandátumot szerzett még a szocialista Gőgös Zoltán és a jobbikos Orbán Imre. Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. A megyei közgyűlés elnöke Polgárdi Imre lett, aki korábban az alelnöki pozíciót töltötte be. Polgárdi Imre elmondta, arra törekszik majd, hogy a közgyűlésben lévő valamennyi politikai erő közösen dolgozzon. Én azt feltételezem, hogy mindnyáján azért vagyunk itt, azért akartunk bekerülni a megyei közgyűlésbe, hogy a megyért tegyünk, tehát nyilvánvalóan mindenki jobbítani akar ki ilyen úton, ki olyan úton. Ezeket az elképzeléseket kell szerintem koordinálni. Én nyitott vagyok, aki ismer engem, az tudja, hogy kompromisszumkész és együttműködés kereső vagyok, tehát meg fogjuk találni a közös hangot. Az új önkormányzati törvény szerint a megyei közgyűlések feladata a területfejlesztés lesz. A területfejlesztési operatív program keretében Pápavárosa 40 projekttervet fogalmazott meg. Ezeket az ősz folyamán több fórumon ismertették. Ezeknek a projektterveknek a megvalósításához a megyei közgyűlés döntései alapján érkezhetnek pénzügyi források. Kereskedelem és marketing szakot indít 2015 őszén a Pannon Egyetem. A szakot alapképzésben választhatják a felvételizők. A képzési idő 6 fél év, amely kiegészül 1 fél év szakmai gyakorlattal. A tanulmányokat a felvételi pontszám alapján, amelyet központilag állapítanak meg, állami finanszírozású vagy önköltséges formában lehet folytatni. Eddig a gazdaságtudományi karon belül működő egy-egy szaktantervében szerepelt a marketing. Egy év múlva azonban már önállóan a kereskedelmi ismeretekkel együtt tanítják a Pannon Egyetem első éves hallgatóinak. Az új képzési területet a piaci igények alapján indítják el, hangzott el a szakról tartott tájékoztatón. Egyrészt a közszférában és a kormányzati szektorban is el tudnak helyezkedni, hiszen a közszféra és a kormányzati marketingnek a jelentősége az utóbbi időben megnőtt, és ott valljuk be, van egy hiány a régióban ilyen szakembereknél. Másrészt pedig ebben a régióban nagyon sok termelő vállalat, az előbb említett informatikát, a mérnöki területekre koncentráló vállalat van, akiknél fellépett ugye a világszintű kereskedelmi igény. Két képzési helyszín lesz, Veszprém és Nagykanizsa. Előbbi város vonzás körzetébe tartozik Pápa is. Mindkét helyszínen 30-40 hallgatóval számolnak indulásként, mondta a gazdaságtudományi kar dékánja. Az egyetem szándéka szerint piacképes tudást kapnak a diákok, a kereskedelem és a marketing friss, korszerű ismereteit adják át nekik. Nagyon komoly hangsúlyt fog kapni a képzésben a marketing pszichológiai és szociológiai dimenziója, ami nagyon fontos és egy erősödő terület az alkalmazásban is. Természetesen a reklám és a piackutatás az a gerincét képezi ezeknek a programoknak. Ezen kívül az elektronikus kereskedelem, a kereskedelem szervezés, kereskedelmi vállalatok menedzsmentje. A hallgatók tanulmányaik során kutatásokba is bekapcsolódhatnak. Mivel a marketing szemlélet alakító hatású, a diplomájukat megszerzők nem csak a képzési területnek megfelelően tudnak elhelyezkedni, hanem más a vállalati felépítésben fontos szerepet betöltő pozíciókban is megállják a helyüket, mondta a szakvezetője. A Mária Rádió tevékenysége 3 évvel ezelőtt indult Pápán. A rádió lelki vezetője Salgó Ferenc kanonok plébános, aki közel 60 helyi és környékbeli önkéntes munkáját fogja össze, hogy minden nap megszólalhassanak a pápai adások. Erről a tevékenységről hallhattak hétfőn este a Gyurács Ferenc gondolkodókör tagjai az októberi összejövetelen. A munkát közösen, egymást segítve és erősítve végezzük, kezdte bemutatkozását Salgó Ferenc atya. Legfontosabb feladatuk, hogy a modern technika segítségével a rádión keresztül evangelizáljanak, vagyis hirdessék Isten igéjét, mondta. Nyilván a Mária Rádió az független
az egyháztól olyan értelemben, hogy önálló irányítása van, és ugyanakkor mégis kapcsolódik azért a katolikus egyháznak az életéhez, hiszen azt a küldetést vállalja föl, ami az egyház küldetése is, az evangelizáció, nyilván a maga eszközével is, és hát a lehetőségével is, hogy sokkal szélesebb körbe tudhatni, mint akár a templomban elhangzó szentbeszéd. A Mária Rádiót ajándékba kapta pápa, de az eredményes működtetés már az itteni önkénteseknek köszönhető, emelte ki a lelki vezető. Az önkéntes csapat folyamatosan erősödött, ma már körülbelül 60-an dolgoznak azon, hogy az adások naponta megszólalhassanak. A médiumnak vannak olyan tagjai, akik már a kezdetek óta tevékenyen részt vesznek a rádió működtetésében és a műsorkészítésben. Nyéki Tamás még pécsi egyetemistaként kezdett el önkénteskedni a Pápai Mária Rádióban. Kezdetben a rádió honlapját szerkesztette, ma már pedig a napi adások összeállítása a feladata, de nagyon gyakran közvetít szentmisét is. Összerakom a rádiónak a napi adását, és ma megy a 1055. adásunk, most így készültem arra. Lehet, hogy pár vagy kevesebb, mert volt egy-két, amikor az országos kérte, hogy ne legyen helyi adás, de 1055 napja szólt pápának már a rádió. A Pápai Mária Rádió az FM 90,8-es frekvencián fogható. A rádió stúdiója a Szent József kápolnában található. Internetes babaszépség versenyt tartottak a közelmúltban Pápán. A vetélkedésen résztvevő kicsikre az egyik közösségi portálon lehetett szavazni. A legtöbb lájkot begyűjtő kisgyermekek lettek a verseny nyertesei. Jutalmul Várkertfürdős családi belépőket és úszójegyeket kaptak. A kisgyermekes családok számára meghirdetett szépségversenyt a Pápa Holnap hírportál szervezte két kategóriában. A legszebb gyermekmosoly, illetve a legboldogabb pillanat témában nevezhettek be gyermekeket a szülők a versenyre. Viszonylag sok szülő érezte úgy, hogy benevezi gyermekét. A legszebb pillanatoknál én kiemelném, hogy jellemzően testvérpárok jelentkeztek, és a testvéri szeretetre próbáltak a szülők nagyobb hangsúlyt fektetni. Nem kizárólag pápaiak, de pápa és vonzás körzete volt a célterülete a rendezvényünknek. Igazából, ha jól emlékszem, 15 gyermek nevezett, illetve 15 család, mert a 15-ből 5 család testvérpárokkal jelentkezett. Az internetes babaszépség versenyen az első helyezést Balogh Szaffi szerezte meg, második Antal Levente, harmadik Kuti Zoé Vivien és Kuti Hanna Napsugár lett. Az eredményhirdetési alkalmon egy gyermekeknek szóló könyvet is bemutattak, melynek elkészültében egy pápai óvodás csoport szülői is közreműködtek. A Testmesség című könyv mostanában jelent meg, szerzője Szabó Zsófia. Én őt nagyon régóta ismerem, és amikor a könyve még csak kézirat volt, akkor a Szivárvány óvoda piros csoportjának szülői véleményezhették a könyvét, tehát abszolút ugyan Veszprémi a hölgy, aki írta, de pápai segítséget kapott a könyvének megjelenéséhez, és a szülők instrukcióit követve szépen javítgatta a könyvét. A testmesék az emberi szervezet működését meséli el a gyermekeknek, nagy fantáziával és érdekes módon. A kötet 6 éven felüli gyermekeknek ajánlott. Ezek voltak mai híreink, a folytatásban pedig a holnapi időjárásról hallhatnak. Éjszaka elsősorban a Dunántúlon és a középső tájakon képződhet köd. Holnap a Dunántúlon és a középső országrészben jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég. Néhol szitálásra, jelentéktelen esőre is számíthatunk. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +4 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 6 és 12 fok között valószínű. Keleten lesz a melegebb. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója kedden. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!